Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és az ötödik témakörünket folytatjuk. A Mária jelenésekről beszéltünk az előző adásban arról, hogy a Mária jelenéseknek az egyházi hivatalos elismerések vagy el nem ismerések kategóriájában két lehetősége van. Az egyik a nem áll a csoda, non constat, ami kétféle lehet, vagy azért nem fogadja el az egyház, mert eleve egyházelleneset, dogmaelleneset tanít az a bizonyos jelenés egyrészt, másrészt pedig a nem elfogadás az, ha nem ilyen esetről van szó, amikor eleve hazugságot, hitellenességet tartalmaz, hanem további vizsgálatokat igényel, akkor még ebből lehet elfogadott jelenés. És akkor hívjuk konstátnak, tehát, hogy áll a jelenés, elfogadott lesz a jelenés. Természetesen sok esetben sok vizsgálat szükséges még ehhez, meg alátámasztások. A Mária jelenéseknek a módját nézzük egy kicsit meg. Lehetséges olyan, amikor kifejezetten ugye Mária megjelenik. Most ezt megint nem tudjuk természettudományosan definiálni, mert ez metafizika, fizikán túli jelenség, de természetesen nem jelenti azt, hogy nem fordulhat elő. Az Isten mindent megtehet, mert ő mindenható, és Márián keresztül is megtehet például egy jelenés. Hogy jelenik meg Mária? Most ténylegesen idejön, van teste, tud étkezni, enni, aludni, szükséges, nem szükséges? Ugye ezek azok a kérdések, ugye Jézus is tudott enni, amikor föltámadt testben megjelent, tehát nyilván a feltámadott test a sokkal több mindenre képes, mint a itt a földön élő test, ha lehet így mondani, tehát az ember. Olyan is lehet a jelenés, hogy ott van a hatása, tehát hogy érzékeiben a jelenést látónak az érzékeiben kelti azt a hatást, mintha mondjuk labdázna a gyerekekkel, vagy szól hozzájuk, és ezért nagyon fontos az, hogy és erről külön-külön nagy-nagy fejezetek szólnak a, hát tulajdonképpen a teológiában is, és a Mária jelenésekkel foglalkozók körében is, ahogy én említettem, Erdős Mátyás atya a 20. század második felének a legnagyobb magyar mariológusa volt, ezt mondhatom a Mária jelenésekkel rendkívül behatóan, és alaposan foglalkozott, természetesen külföldi forrásokkal is, ugye ő sok nyelvet beszélt, írt, olvasott, és nagyon jól ismerte az irodalmát ennek, még akkor is, amikor hát abban a rendszerben ugye ezek a teológiai irodalmak, ezek hát bizony nem járhatták át a közép-kelet-európai határokat. És nagyon érdekes az, hogy például Jézus is, amikor mondjuk egy Mária jelenésben ott van Mária karján, kis gyerekként mutatkozik, de hát persze Jézus nem tudja lekicsinyíteni magát, mert Jézus már nem lesz többet gyerek, de mégis az érzésben ezt keltheti. Azután van itt még egy érdekes jelenség, ami hát ilyen jelenésekkel kapcsolatos, a bilokáció és a multilokáció. Tehát, hogy valaki két helyen van, vagy akár több helyen is van, nyilvánvalóan egy angyal nem jelenhet meg végtelen sok helyen, meg akár egyszerre két helyen sem, úgymond, mert ugye nincs belőle kettő, vagy nem végtelen. De mégis keltheti azt az érzetet valakikben, hogy jelen van, mondjuk több helyen, több városban, például Páter Pióról mondják, ugye a kapucinusról, stigmatizált kapucinusról, hogy tudott bilokálni, tehát
tehát két helyen is jelen tudott lenni, nyilvánvalóan az egyik helyen valóságosan jelen van, és a másik helyen pedig azt az érzetet tudja kelteni természet feletti adományként az Isten, most már így kell mondjuk, természet feletti adományként, hogy a másik helyen is jelen van. Vagy egy angyal vehet fel például testet, ez is Erdős Mátyás atyának volt egy teljesen privát véleménye, hogy Melkizedek is főangyal volt. És nagyon érdekes az, hogy Mária most akár a jelenésekben, vagy általánosságba véve példáját tekintve, mindenkit a neki megfelelő szerepre nevel. Tehát mi is, amikor kérjük Máriának a közbenjárását, és kérnünk kell, nagy lehetőség, hathatós lehetőség, Mária közbenjárása, ugye Jézushoz, és Jézus közbenjárása az Atyaistenhez, ugye mondtuk múltkor is, hogy Máriát nem közé nyomjuk Jézusnak és az Atyaistennek, hanem mint segítő, kegyelem, kiosztót kérjük, hát ezt maga az Úr Jézus is minket rábízott a kereszten Máriára. És Mária mindenkit a neki megfelelő szerepre nevel, a férfit férfivé, tehát nem nőiesíti. Ugye szabad így fogalmazni Erdős Mátyás atya szavai szerint is, hogy Jézus se Mária kongregációba nevelte Szűz Mária, most ezzel nem akarunk rosszat mondani, a Mária kongregáció teljesen helyén való és teljesen jó dolog, csak ezzel azt akarta érzékeltetni az Erdős atya, hogy Jézust is Mária férfivé nevelte. Tehát a férfias tulajdonságokat erősítette egy nőt, egy asszonyt a Mária kongregációba nevel. Mert ott az asszonyi, a női tulajdonságokat kell erősíteni. Ugye nem akarok kitérni erre, de sajnos, ugye ez is egy sajnos sátáni mű, ami a mai korunkban tapasztalható, a gender elmélet, amikor az Isten által teremtett férfi és női tulajdonságokat össze akarják keverni, fel akarják cserélni, de hát a sátán tudjuk nagyon jól, hogy diabolos, szétvető. Ugye nekünk szimballó, szimboloszoknak kell lennünk, tehát összetartóknak kell lennünk, és ehhez mindig vissza kell térnünk az Isten által adott teremtési vonalra, ugye Isten látta, hogy minden jó, amit alkotott, és ugye a jó az azt jelenti, hogy megfelel a céljának. És nem jó az a kérdés, föltevés, hogy mit tenne most az Úr Jézus helyettem. A kérdés nem így kell föltenni, hanem úgy kell föltenni, hogy most mit mondana nekem az Úr Jézus, hogy én mit tegyek. És akkor így lehet lelkünkbe a válaszokat megtalálni. Ha Mária jelenésekről van szó, folytatva ezt a témát, ugye lehet a látnok például jóhiszemű tévedésben. Tehát ez nem bűn, de természetesen elhamarkodottan senkinek nem szabad nyilatkoznia. Kicsit megtolthatja esetleg a fantáziájával is, ez még önmagában természetesen nem bűn, de ezt mindig nagyon erős saját vizsgálat alá is kell venni, illetve hát arra is gondolni kell, hogy bizony ilyenkor a sátán sem marad tétlen, tehát akár lehet itt-ott ördögi befolyás is, mert ugye a sátán minden lehetőséget meg akar ragadni az ő akaratának az érvényesítésére, de hát tudjuk nagyon jól, hogy a sátán az nem rendelkezik isteni hatalommal, természetesen, mert a sátán teremtmény, bár nem sátánnak lett teremtve, hanem fényhordozónak, de elbukott. Meghirdetett büntetések, ami többször szerepel a Mária jelenésében, mindig feltételesek. Tehát, ha úgymond fenyegetés hangzik el, még az is valahol
örömhír is, mert mindig feltétellel kell érteni, még akkor is, hogyha ez a feltétel nincs kimondva, tehát, hogy ha megtértek, ha imádkoztok, ha tetteitekben jó útra tértek, akkor elmaradhatnak a büntetések. És természetesen, hogyha Mária ezekben a jelenésekben ígéretet tesz valamire, például megteszed ezt vagy azt, akkor elnyered az üdvösséget, most így nagyon leegyszerűsítettem fogalmazok, vagy Jézus szíve engesztelésénél ugye elnyerik a mennyországot, akik ezt megteszik mondjuk első péntekenként, ez mindig feltételezi az őszinte megtérést és a bűnbánatot. Ez sem automatikus. Csak ezzel azt akarja hangsúlyozni, hogy ezek a tettek, ezek helyesek az Isten előtt, és ezek bizony kegyelmi eszközök. És ugye itt is áll, hogy gyümölcseiről ismerjük meg a fát, tehát hogyha megtérések vannak utána, és jó jelek Istenhez való odafordulás, hát akkor lehet bízni, hogy ezek valóban Istentől származó pozitív jelek, megerősítések. Ha az egyház dönt, ugye püspök hagyja mindig jóvá ezeket a jelenéseket, természetesen ezek hittanilag nem kötelező jellegűek, tehát nem olyanok, mint a hittételek, de azért, ahogy mondani szokták, ezeket tagadni nem célszerű, régebben egy kicsit keményebben fogalmaztak, erősebben fogalmazták, hogy megátalkodottság nélkül nem lehet ezeket tagadni, hát mert ez nem azt jelenti, hogy valaki megátalkodott, csak megfontolás tárgyává kell tenni, hogy a jelenések, amit az egyház elfogad, nyilván amögött egy alapos utánajárás van, és azok plusz kegyelmi lehetőségek. Ugye nem szabad azt se elfelejtenünk, hogy ezek már nem adnak hozzá a kinyilatkoztatáshoz, ugye a magán kinyilatkoztatások azok vagy az illetőnek a saját maga lelke gyarapodására, vagy a közösségnek a gyarapodására szolgálnak, de mindig valami ilyen figyelemfelhívó jelleggel, mert mondjuk az emberek elhanyagolták az engesztelést, az első péntekeket, az imádságot, és erre való figyelemfelhívás, de újakat nem közöl, mert ugye az isteni kinyilatkoztatás az már lezárult. Tehát azt hozzátenni ilyen értelemben nem lehet. És beszéltünk arról, ugye az előbb ugye a konstát, non-konstát, amikor az egyház elfogad egy jelenést, vagy nem mondja azt, hogy ez a jelenés ez hitellenes dolgot tartalmaz, akkor azokra a helyekre lehet nyilvános zarándoklatot is szervezni. Természetesen, ha az egyházi vizsgálat tiltó jellegű, akkor oda nem szabad nyilvános zarándoklatot sem, meg hát magán zarándoklatot sem szervezni, oda menni ilyen céllal. Van egy érdekes kérdés még, és ez is tulajdonképpen az adományokkal kapcsolatos, természetes adományokkal kapcsolatos, hogy hogyan függhet össze a rossznak, illetve a jónak a megtapasztalása az Istenbe vetett hittel. Mi lehet például az összefüggés az anyagi javak és az Isten hit között? Ugye Jézus azt mondja az evangéliumban, Lukács evangéliumában, könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába. Ugye ezt tudjuk, ez a tű foka, ez egy ilyen városkapu volt, és hát ott nagyon nehéz volt egy tevével az akkori teherhordó állattal átkelni. Na most, mi ennek az oka? Ugye minden bűn hármas tagozódásból fakad, tehát emberi bűn, egy kísértésből, bűnös gyönyörködésből és a beleegyezésből. Ugye maga a kísértés az hát nem bűn, csak nem szabad
belsőleg azzá válnia, ugye Jézuson, Márián úgynevezett külső kísértések voltak, ami soha nem vált belső kísértésé, és mik lehetnek itt a kísértések egy gazdag ember esetén? Ugye a gazdag ember az anyagi bőség láttán kapzsivá válhat. De ez nem következik közvetlenül a gazdagságból. Ugye amikor a gazdag és a szegény Lázár példabeszédéről szó van, akkor tulajdonképpen a szegény Lázár se a szegénysége miatt üdvözült, és a gazdag se a gazdagsága miatt kárhozott el, hanem a gazdag a szívtelensége miatt kárhozott el. Mert lehet például olyan szegény ember, aki bizony tehet arról, hogy ő is szegény. Hát most itt nem akarok példák sorát fölhozni, de mondjuk maga is tehet arról, hogy mondjuk rászokott az italra, italozza a pénzét, és akkor már nincs élelemre, koldulni, kényszerül, lopni megy. Tehát most ezt tudjuk jól, ezeket a hétköznapi eseteket, hát sajnos vannak ilyen esetek, nem is kevés. Tehát nem következik közvetlenül a gazdagságból, hogy kapsi legyen, hanem a rosszra hajló természetből következik, és emiatt egyezik bele egy ilyen állapotba az ember, akinek mondjuk sok pénze van. De viszont érdemes megfordítani ezt a kérdést. Egy gazdag embernek nincsenek anyagi gondjai. Tehát nem kell annyi időt fordítania a közvetlen megélhetését előteremtő javak megszerzésére. Hát most itt értsük a gazdagság alatt a tisztességes gazdagságot. Tehát itt mindig maradjunk ezek között a keretek között. És nem kell annyi időt fordítani és energiát a közvetlen megélhetést előteremtő javak megszerzésére, mint egy szegényebbnek. Tehát az ilyen embernek több ideje jut szellemi-lelki tevékenységekre egyrészt, továbbá mindez az Isten iránti hálára kell indítsa azért, hogy Isten hozzásegítette őt például a jobb megélhetéshez. Mert ugye valaki azt mondja, hogy hát igen, én dolgoztam meg a pénzért. Igen, csak ugye ne felejtsük el azt, hogy minden jónak a forrása Isten. Tehát az erőt, az egészséget, a jó állást is végső soron az Istentől kapjuk. Ugye most érezzük, ez az adás valószínűleg még a koronavírus világjárvány idején fog elhangzani, hogy bizony milyen hamar behatárolódhat az életünk, és bizony elkezdhetünk aggódni akár még az anyagi javainkért is. Ugye ne felejtsük el, hogy az anyagi javak azok jó lehet, azt mondjuk, és így is van, hogy nem előzik meg a szellemi javakat, de az anyagi javak szintén fontosak, tehát az Isten teremtő művében, tehát azokat például elpocsékolni, az is akár súlyos bűnnek is számíthat. Tehát ugye most ebben a helyzetben érezzük azt, hogy bizonyos dolgok talán bizonytalanabbá váltak, és bizony a bajba az emberek az Istenhez fordulnak. Tehát egy pestis járvány idején is sokan az Istenhez fordultak, akik addig esetleg hát nem törődtek annyira az Istennel. És nem törvényszerű az. Tehát nem törvényszerű az, hogy a jólét valakit elfordítson az Isten imádásától. Sajnos ugye az ember rosszra hajló természete következtében könnyebben el tud fordulni, például a gazdagságban Istentől. Nyilvánvalóan ugye erről van szó Lukács evangéliumában is. És így az anyagi javak nyomán fakadó hálaadó imádság is előmozdítója lehet a vallásos lelkület növekedésének, erre törekedni is kell, akinek hát anyagilag jobban megy, és ugye nem szabad megfelejtkeznünk a szegényekről sem, és itt sem természetesen arról van szó, hogy úgy szórjuk szét aztán, ha van valamennyi fölöslegünk, hogy aztán mi ussunk koldusbotra, de természetesen ilyenkor is az adakozás szelleme, a segítés szelleme az kötelez minket lelkiismeretileg is,
mert szokták ugye így mondani egy kicsit, talán nem is annyira sarkítva fogalmazva, hogy azért Isten sok esetben ugye a szegényeknek a javait is részben a gazdagoknál helyezi le, tehát erre a gazdagoknak is ad egy lehetőséget az érdemszerzésre azáltal, hogy a szegényeket támogassák. Természetesen itt is meg kell nézni mindig, hogy hova, kinek juttatunk, és milyen célra juttatunk az anyagi javainkból.